Egy a közép-vietnámi hegyvidéken élő emberek életében nyerhetünk bepillantást a Szabadkai Városi Múzeumban. A kiállítás címe Istenek, ősök, sámánok. Ez az a három nagy téma, amiből ennek a törzsnek a vallása úgy nagyjából nagy vonalakban leírható. A tárlat tehát a mezőgazdasági rítusokat, a halottak és ősök kultuszát, illetve a betegségekkel és balszerencsével kapcsolatos rituális cselekményeket mutatja be. A fényképek készítője Vargyas Gábor az elmúlt 2,5 évtizedben összesen több mint 2 évet töltött a brúk között. És hogy mit adott neki a távoli törzs körében végzett hosszú terepmunka? Igazi, mély emberi élményeket, ahol az ember egy idegen nyelv és egy idegen kultúra ellenére rácsodálkozik arra, hogy mennyire hasonlóak vagyunk, mint emberek, hogy mennyire hasonló problémáink vannak az életben, hogy a félelmeink, a vágyaink mennyire közösek. A kiállítást április 20-áig tekinthetik meg az érdeklődők.